Viszont van még egy kis tennivaló, ugyanis be kell fejeznünk az alapgémet. Ugye azt még nem fejeztük be, hiszen mondtuk, hogy megcsináljuk előbb a DLC-t, és utána megyünk, befejezzük a gémet. Na most az a gond, mármint nyilván befejezzük, tehát nem kérdés, viszont van egy kis gond. Ugyanis, ugye, hát gyakorlatilag kimaxoltuk a... Most ezt megnézzük. Kimaxoltuk ugye az Old Hunters-t, viszont az a baj, hogy ezt nem fogjuk tudni. Van pár dolog még itt, ami hiányzik. Tudom úgy szortolni, hogy not earned, igen. Na most, egy, kettő, két ending van, ami még nincs meg. Oké. Van ő. Ő egy dungeonnek a leges legmélyén van. Egy nagyon-nagyon mély dungeon, nagyon-nagyon legmélyén. Na most, tehát olyan, akkor úgy mondom, hogy a negyedik dungeon legmélyén van. Én megcsináltam az első kettőt, de már a másodiknak a végén is olyan volt, hogy így úgy voltam vele, hogy agyfasz. Szóval én nem tartom kizártnak, hogy majd meg fogjuk csinálni, ugyanis a dungeonök a New Game Plus-ba nem scale-elődnek, tehát bármikor megcsináljuk. Tehát végzünk a game-mel, és utána megyünk dungeonözni szabadidőnkben. Nyilván szabadidőnkben. Tehát megyünk dungeonözni, bármikor meg tudjuk csinálni, mert ahogy mondtam, nem scale-elődik. Szóval igazából tök mindegy. Ehhez még egy fegyver kell, ha jól tudom. De ezt majd megnézzük. Viszont ez, hogy az összes fegyverünk meg legyen. Összes Hunter's weapon. Tehát egy fegyver kell, azért probléma, mert azt az egy fegyvert csak akkor abba az endingbe tudjuk megszerezni, ami már megvan. Tehát... Legalábbis, ha jól emlékszem. De mindjárt megnézem, mert én kijegyzeteltem ezeket a dolgokat. Jó hallgató voltam, úgyhogy kijegyzeteltem. Hát nem tudom, hogy a széfekkel is kivitelezhető-e. Ugye itt hát gyakorlatilag válaszút előtt vagyunk, bizonyos értelemben. Viszont ránézek, mert lehet, hogy egyébként mindegy, csak itt szakértek. Azt mondja, hogy all weapons and firearms. Hát igen, mondjuk lehet, hogy akkor a fegyverek mindegy, mert van egy, tehát két fegyver hiányzik. Most nézem, nem is egy. Két fegyver hiányzik, és az egyiket egy dungeonbe tudjuk megszerezni. Szóval... Szóval valószínű, ez se lesz meg. Most. Hát, nevermind, megmondom őszintén, hogy az a baj, hogy... nem így akarnám ki platolni. Lehet, hogy akkor azt kéne csinálni, hogy... hogy majd New Game Plus-ba megcsináljuk. Mert ott... ott máshogy scale-elődnek a dolgok. Tehát lehet, hogy az kéne, hogy most csinálunk egy olyan endinget, ami még nincs meg. Majd ezt megbeszéljük, hogy hogy legyen. New Game Plus-ban lefarmoljuk ezt a boss-t. Hát itt három ending van. Elden Ringbe ott négy vagy öt. Szóval... 6? 6?
Érdekes. 6. Lehet, hogy 6. Szóval New Game Plus-ba leformuljuk ezt a boss-t. Utána meg tudjuk szerezni ezt a fegyvert. Szóval mondom, inkább hagynám a New Game Plus-ra ezeket. Most csinálunk egy olyan endinget, ami még nincs meg. A többit meg megcsináljuk. Majd New Game Plus-ba. Na, úgyhogy akkor foglalkozzunk ezzel. Hú, csak hogy emlékeznék arra, hogy merre kell menni. Igen, azt emlékszem, azt az Elden Ringet, azt kiplatoztuk. Végül kiplatoztam. Nem itt streamben volt minden. Sok endinget megnéztük. Ugye a pár fegyver hiányzott, ha jól emlékszem, az Elden Ringes végjátszás végén. Szóval a Elden Ringes végjátszás végén, ugye a... melyik ending hiányzott? Egy ending hiányzott amikor a tűz... Frenzy Flame, azaz. Fú, azt meg kéne nézni amúgy streamben, az rohadt jó volt. Megvan a mentés egyébként, tehát azt eltettem. Ellentétben a Dark Souls 2 mentéssel, de erről nem beszélünk most. What is very well, let me csak a damage. Hápink így is, úgyis kevés, és több már nem lesz, úgyhogy. Farewell, good hunter. May you. Na. Menjünk és kapjunk agyvérzést. Szóval, igen, a Frenzy Flame-et én megcsináltam külön streamen kívül. Ott ugye annak a nőnek a questjét kellett vinni. Fú, hogy hívják? Millicent? Azt hiszem. Millicent, oké. Okay. És ott úgy le kellett ugrabugrálni egy ilyen nagyon mély kútba, vagy mibe. Menő volt nagyon. Meg elég nagy szívás. Kesztyűbe lett dudálva itt a disznó, csak az a baj, hogy itt most lesz kettő. Jó, az egyiket beagróztuk. A másikat nem kéne. Menekülünk. Meghalunk. Úgy számoltam, hogy elég lesz a HP leesni. Nem volt.
Fú, várom már nagyon egyébként a Elden Ring DLC-t. Azt is ki fogjuk platozni biztosan. Tehát az... Hát már mint hogy... Megpróbáljuk. Február 25 talán? Hát... Ha Elden Ring event lesz, akkor ha más nem, talán bejelentik a dátumot. Ó, ott a szól. Veszük. Thrustmaster Controller Collab. Akkor lesz a game 2 éves. Hát igen, emlékszem, februárban jött ki. Kijött, ezt azonnal elkezdtük nyomni. Fú, de jó is volt ez. Nem is tudom, hogy mennyi idő volt, valami 120 óra, vagy mennyi? 130. Több? Lehet, hogy több volt. Meg lehet nézni a Steamen. Az a baj, hogy nem tudok elfutni. Mint hogyha el is futok mellettük, akkor itt vannak ezek, amik még rosszabbak. Még mellettük is megpróbáltak elfutni. Csak akkor miért nem... Na mindig. Futunk. Hátha. Ó, ő járnám. A Pnumerian Queen. Ő hiányzik a... Vagy legalábbis így... Ránézésre szerintem ő az. Ez a boss fight hiányzik. És ez van nagyon-nagyon mélyen egy dungeonben. Na mindegy. Megcsináljuk majd csak. Ó, itt van. A New Game Plus-ba.
Shortcut? Remélem. Nem kell a Dexnókhoz menni többet. A Desznóhoz. Jó, mehetünk tovább. Nem ütöm meg. Miért tennék ilyet? Még valamit előbb meg kell csinálnunk. Ide kell jönnünk, most már gyorsan ide fogunk tudni jönni. Mert hogy beaktiváltuk a shortcut, hogy csak valamit még meg akarok csinálni. Egyrészt el akarom költeni a soul-t. Meg kéne szerezni az agytól egy... És nem tudok szintet lépni, hát nem igaz. Vettünk fel vajon? Eladunk valamit. Mennyi kell? Kell 400. Farewell, good hunter. Welcome home. What is it? Very well, let me. May you find your worth in the waking world. Jó, hát ezt megpróbálom megtalálni, hogy merre is kell menni. Talán innen van lift, oda, ahova mennünk kell. Valahogy le kéne jutni az agyhoz. Csak már nem emlékszem, hogy hogy. Szerintem le kell mennünk.
megpróbáljuk. Az agyhoz kell levennünk. A Brain of Menzieshez. Aha, hát valahova ide, csak az a baj. Jó, szerintem meg lesz. Lehet, hogy még lentebb kéne menni. Mert valahol a pókos után. Tehát emlékeztek, volt ez a sok-sok pók. És valahol az után kéne nekünk. Kilóg a peckem a lindul. Hát nézzük, menjünk még egy jelentebb. Mondjuk ez levisz ide teljesen. Mondjuk ez meg, hát van itt bejárat. Nem emlékszem, hogy ez a lift hova visz. Lassú a kamera. Ó, oké, jó helyen vagyunk. Na itt kéne egy liftet találnunk lefele. Lehet, hogy az lesz az. Csí! Mintha így se lennék, srácok. Mondom. Velem ne foglalkozzatok. Nem vagyok itt. Szerintem az a lift kell nekünk, amit ott láttunk. Hagyjál. Igen, az lesz az. Itt a Brain of Menzies. Na, és akkor neki... kell nyomni egy gesture-t. Ezt.
Lehet, hogy ez kéne. Köszönöm, hogy sírt. Elvileg oda kellett volna adni az utolsó Moon Rune-t, de mindegy, nem érdekes, nekünk a izé kell, egy dolog kell. De, never mind, az a helyzet, hogy igen, csak... De in front of it? Hol? Melyik az eleje? Tehát, ahol a két szem van? Hát gondolom, ez. Na jó, akkor... Megvárjuk. Egészségetekre. Igen, a living string kéne. Mert hogy az kell a Chalice Ritualhoz. Azért akartam eljönni ide. Mindenképpen, mert ez kell. Tehát ez nem... Tehát ez tényleg nagyon kell. A Moon Rune az olyan, hogy... Az már megvolt az előző végjátszásban. Szóval... Az a... Trofi már megvolt, de na mindegy. Most már megvan ez is. Amúgy... Szóval mindegy. Indítunk egy New Game Plus-t, akkor a Living String legyen meg, és akkor tudunk Chalice Dungeon-ezni. Vagy igen, tehát a egyik legmélyebb Chalice Dungeon-höz kell a Great Tsumeru Ithil Chalice. És szerintem pont ott van a boss, akit, akiért a trófi jár. Ha jól emlékszem.
Na, fejezzük be a sztorit. Most már. Na. Borsodi szitu van. Elővette a bökőket. Úgy érkezett meg, mint General Grievous? Ettől segít Adrinál, van egy kis delay. Olyan 3-4 perc. Nem, annyi nincs azért. Ja, a macska szituáció van, oké. Okay. Nincs meg a macska. Stress damage, ugye? Mindegy, mert physical death. Megpróbáljuk így. Fővettem a 3000 szólt mindenképp.
Sok HP-je nincs. Szóval... Mi történik? De jó. Minden oké. Tessék. Hát teleportált ugyanoda. Nightmare Slay. És megkaptuk a negyedik third umbilical cordot. Ja, valóban fura volt, de
Ennyi. Vártátok a second phase-t, mi? Na. Menjünk haza. Oh no! Good hunter. You have come. Dawn will soon break. This night and this dream will end. German awaits you at the foot of the great tree. German vár. Very well. Let me Elküldjük a szót. 98-as szint. Good hunter. Your presence somehow I said. Farewell, good hunter. Na, és akkor jön az endgame. Úgy néz ki a dolog. Hogy ez a kapu most nyitva van. Ugye itt van a három út, hogy merre megyünk tovább. Van a true ending, ahhoz az kéne, hogy most meg kéne enni három Third Umbilical Cordot. Mutatom. Ugye van nekünk négy, mert nagyon szorgalmasak voltunk, és ebből hármat kéne megenni a true endinghez. Viszont azt már csináltam. Tehát az az achievement már megvan. Ugye van két másik ending. Szóval valószínű azt fogjuk csinálni. A kettő közül valamelyiket. Az a baj, hogy így a fegyvert nem tudjuk megszerezni. Tehát, hogy csak akkor tudnánk azt a fegyvert megszerezni, hogyha azt az endinget csinálnánk, amit már csináltam. De mindegy. Na mindegy. A lényeg, hogy nem fogjuk most megenni. Az visz a true endinghez. Nem azt csináljuk. Itt a nagy fa. Egy nagyfa mindig kell egy Souls game-be, ez nagyon fontos. És ott ül German. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Ez a két maradék ending, amúgy. De hát ne úgy legyen már vége, hogy nincs egy boss fight. Dear, oh dear, what was it? The hunt, the blood, or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. I have the high ground, Anakin. Tonight, Gamma joins the hunt. Na gyere! Hey!
And so, the hunt begins again. És most már mi figyelünk a Hunter's Dream-re. Micsoda game, micsoda game. Ez is egyébként. Miről maradtál le? Hát befejeztük. Na, ugye három ending volt. Kicsit lentebb halkítom a zenét, csak hogy halljatok engem is. Bár rohadt jó ez a zene, de már mindegy. A zene jobb, mint én, maradjunk annyiba. Úgyhogy három ending van. Ez az egyik. Megöljük Garment, aki eddig felügyelte a Hunter's Dream-et, meg az egész Hunt-ot, meg így az egészet. Ugye lett volna a másik ending, amikor azt mondjuk, hogy odaadjuk az életünket, és akkor tulajdonképpen az egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen Half-Life-os ending, vagy Half-Life 2, hogy bevégeztük a feladatot, véget ért a Hunt, nincs szükség ránk, kész, ennyi volt. De ott nem lett volna boss fight a végén. A harmadik ending pedig az lett volna, ami a true ending, amit már megcsináltam egyszer az első végigjátszás során, az az, hogy azt a szörnyet, aki még jött, azzal még lett volna egy fight, mert hogy ő a fő-fő boss, a fő-fő gonosz. De őszintén szóval azzal a boss fight-tal nem maradtatok le semmiről. Nem mondom, az első végigjátszás során szerintem olyan 3-4 próbálkozásból lett meg. Tehát nem elsőre, mint German. German egy Hunter volt, szóval szokásos Hunter move-jai voltak, meg Hunter fegyver, tehát... Na, úgyhogy... ja, hát igen, Gordon... Jó, oké, Gordont elcsomagolták későbbre, de értelmezhetjük úgy is, hogy minket is elcsomagolnak, ha megint lenne Hunt, de na mindegy. A lényeg, hogy sok értelmezése lehet, mint az összes From Software game-nek, vagy legalábbis Souls game-nek. De mondom, itt ez a három ending van. Na, úgyhogy végeztünk is. Alapvetően, amit mindenképp akartam, hogy a DLC-t fejezzük be, az teljesen kimaxoltuk, full-full kimaxoltuk, ugye a alapgame-ből van még pár trofi, ugye ez a dungeon, Chalice Dungeon és boss, amit New Game Plus-ba is meg tudunk csinálni, illetve pár fegyver hiányzik, amit majd egy következő végigjátszás során megpróbálunk. Ugye, hogy Germant megöltük, most azon gondolkodok, hogy megkaptuk a badge-et, amivel meg tudjuk venni a fegyverét. Szóval, ha most indítok egy New Game Plus-t, akkor elvileg azt a fegyvert meg tudjuk venni. Indítunk egy New Game Plus-t, és megnézzük. Csak mondjuk, az el kell jutni a Hunter's Dream-be, mondjuk az gyorsan megvan. Gyorsan meghalunk az elején, és kész. Na, szóval nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről a játékról. Én nekem továbbra is a hangulat az valami egészen elképesztően jó. Amit egy kicsit sajnálok, hogy erre a játékra ráférne egy pici grafikai ráncfelvallás. Mert... na, nem néz ki jól. Sajnos az a helyzet. Egy olyasmi remaster, mint a Dark Souls-on volt. Tehát tényleg nem kéne túlzásba inni
lenne mondjuk 30 FPS, 60, már az sokat számítana. De egyébként maga ezt leszámítva, tehát ez már csak ilyen kötözködés. Ezt leszámítva egyébként remek. Rendes fast travel. Hát igen, olyan értelemben fast travel, hogy ne a Hunter's Dream-en keresztül kelljen menni. Az ilyen quality of life update jellegű dolog. Mert van benne ugye ez a fast travel, csak mindig a Hunter's Dream-en keresztül kell menni. Amit értem, mert hogy ugye a sírköveken keresztül kell. Oké. Ez világos, de... Igen. Tehát az jó lenne bele. Hát igen, a Souls game-eken lehet szurkolni. A Witcher is jó, persze azon is lehet, csak ugye... Az azért egy kicsit más, az ennél valamelyest könnyebb, hát a... Death már a legnehezebb fokozaton a Witcher 3-at. Nem is tudom, hogy volt-e valahol olyan komolyabb belakadásom. Szerintem sehol. Nem mondom, hogy könnyű, de az azért könnyebb, mint a Bloodborne. Na mindegy, úgyhogy nekem továbbra is az egyik kedvenc Souls game-em. Nyilván nehéz összehasonlítani mondjuk egy Elden Ring-gel, mert azért az más. Nagyon más. Ja igen, persze, a Witcher 3-at, ha csak a főszálon mész, nehezebb. Ez így van. Ha nem farmolsz. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Na, és ugye így kezdődik, tehát ez már a New Game Plus. Ha csak a főszállat pörgeted ott, akkor igen, tesód most nyom ma? Hát igen. Igen, tényleg a Witcher 3, hogyha ha tényleg megcsinálod a sidequesteket, farmolgatsz, mit tudom én, akkor nem olyan vészes. De ott nem is feltétlenül a challenge a fő szereplő, úgymond, a sztori a fő szereplő. Esetleg még megpróbálhatjuk a másik fegyvert megszerezni. És van időnk még. Hamar végeztem a sztorival. Ah, you found yourself a hunter. Na. Oké, és akkor itten vagyunk. Józsika klinikáján, és ez már New Game Plus. Fú, milyen badge-et adott? Ezt az Old Hunter badge-et. Jó. Na, akkor megpróbálunk eljutni a... Fú, azt nem tudom, hogy a Shelly's Dungeon-ek megmaradtak-e. Mondjuk... Na olyan, most meg tudjuk ölni a vérfarkast? Meg. Ja igen, a voda az valóban ezért volt. Ez igaz. NG Plus. De az így utólag belegondolva nem is egy 100%-olás. Inkább csak úgy vegyétek, hogy megnéztük az összes questet meg, amit lehet. Ugye a szakirodalmat sem olvastuk rendesen.
Azért van HP-juk. Nyilván főszkélelődik a game. Gyorsan elmegyünk a Hunter's Dreambe, megnézzük, hogy mi a helyzet. You must be a hunter, and not one from around here either. No, Gilbert, nem hallgatjuk most végig, már végighallgattuk az elején. Igen, a Bloodborne nem hosszú, tehát egyáltalán nem vészes. Elfogyott a söröm. Szomorú. Na, megpróbáljunk megvenni German fegyverét. Várjatok, megnézem, melyik az. Fölírtam itt magamnak csak. Burial Blade. Ó, itt van. Oké, ezt megvettük, és akkor elvileg egy fegyver hiányzik már csak. A Beast Claw. Hát esetleg elmehetünk megnézni. Hát ez megvan mind. Ez is megvan mind. Cső, German, hogy vagy? És akkor itt van minden. Ja. Jó, hát nézzük be abba a dungeonbe. Miért is ne? És ennek a második szintjén van valahol. Mondjuk még egyszer megpróbálok visszajönni. Fura, hogy a Dol nem volt életben, pedig van insightunk. De lehet, hogy még egyszer visszamegyünk, akkor már jó lesz. Csak el akarom költeni a szólt. Jó, oké. Very well, let me. Jó, többért megveszünk healt. Farewell, good. May you. Hát vagy. Hát ja, veszünk healt. Nézzük ezt a dungeont. Le kéne jutni a második szintre, és ott van a fegyver. De itt már az első szint is elég szívás, úgyhogy...
Oké. Jó, erre van a boss room. Ezt majd ki kell nyitni. Viszont így, hogy meg tudtuk venni a fegyvert, így ez annyiból jó lesz, hogy csak a harmadik endinget kell majd megcsinálnunk. Tehát ami még hiányzik. Tehát viszonylag könnyen ki tudjuk platolni ezután. Csak még egyszer végig kell játszani a játékot. Mert ugye megvan a fegyó, tehát megvettük. Most valahogy meg kéne találni itt a dungeonbe a maradékot, akkor megvan az az achievement is. És akkor tulajdonképpen azután csak egy ending fog hiányozni, meg az utolsó boss. Gyanús a csend. Az már laza. Hát igen, mondjuk az ending az oké. Okay. Az utolsó boss lesz, ami szívás lesz, mert mondom. Na, ott a kapunyító. Ez mi a... Nem. Ja, gyors lefekvés előtt még egyszer végigjátszok. Amúgy egy speedrun nyomhatnánk. Az kétségtelen. Tehát megpróbálhatnánk egy speedrun, csak... Ha már New Game Plus-ba vagyunk... Mert ha kiadjuk az optional részeket... Akkor nem olyan vészes. Még itt is az optional bossok voltak a nehezebbek, ugye. Most a DLC-t ugye kivehetjük teljesen. Menjünk egybe a bosshoz, most nem nézelődünk. Movesetet ismerek. Hát meg... Nem jó. Nincs Redditem, nevermind. Én attól is félek. Megmondom őszintén. Még tüzelés, nagyon jó.
Alright, mate. Na, megvan a felszint, úgyhogy mehetünk egy ilyen lentebb. És ott már csak meg kell találni, hogy hol van. Layer 2 treasure room. Room is on the right when exiting the elevator. Oké, tehát rögtön jobbra van, hogy lemegyünk a lifttel. Oké. Welcome home, good Aima. What is it you... Very well. Let me. Farewell, good hunter. May you. Na, és akkor itt most a headstone-nál elérhető a Layer 1 heart. Ugye, ami a boss room. Na, most már csak a treasure roomig kéne eljutni. Körülnézek, mert a korábbi dungeonökben voltak ilyen plafonról leeső csiguszok. Amik, hogyha így ráesnek a fejemre, egyből megölnek gyakorlatilag. Mondani kellett, ott is a csigusz. Patkónyuk. Vannak vagy hányan. Amúgy nem kevés szólt adnak, tehát azért itt farmolni is elég jó lehet. Nehéz is. Jó, megyünk tovább. Oh,
20 000 szól, atya ég. Iszonyat. Majdnem 20 000 szólt adott a fickó. Oké. What? Csak én nem látom. Már hogy merre kell tovább menni. Létrát se látok. Fölösleges volt itt eljutni erre, de nem baj. Na, lássuk, mi lesz itt. Meg is van. Meg is van. Oh, nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Ha már itt vagyunk, gyűjtögetünk. Mert ezek kellenek majd nagyon. Visszamegyünk. Mert lépünk szintet, meg akkor megnézzük, hogy hogy állunk.
Mayor 4, oké, ez megvan. Akkor kéne csinálnunk egy Cursed and Defied Chalice-t. Jó. Mert erre kell tovább mennünk. Majd. Ahhoz, hogy azt az utolsó boss-t le tudjuk még nyomni. De ez még kell majd nyersanyag. Welcome. What is it? Very well, let me. Na, 101-es szintűek vagyunk. Farewell, good. Akkor hogy vagyunk a achievementekkel? Azt mondja, hogy egész jó. Na, hát ennyi van. Ennyi van. Úgyhogy ez a boss, meg egy még egy ending. Oké. Hát ezt megcsináljuk majd. Ezek már, ez már megoldható. Nyilván a boss az nehéz. Tehát az odáig eljutni is nehéz. Lehet, hogy a boss már maga nem annyira, de eljutni tényleg nehéz. Úgyhogy hát jövőre majd valamikor megcsináljuk. Tehát elővesszük majd mindenképp, és akkor tényleg legyen már kiplatolva, ha már ilyen közel vagyunk a dologhoz. Na, de minden esetre, hát ez volt a Bloodborne.